A Megmentett műkincseink című kiállítás és a hozzá kapcsolódó előadások révén a szervezők szerették volna szélesebb körben is megismertetni a restaurálás alapköveit, valamint azt is, milyen szempontokat kell figyelembe venni egy-egy tárgy restaurálásakor. Nem csak festményeket, hanem tárgyakat, mindennapi használati eszközöket is bizonyos idő után restaurálni kell, mert azok, amik 30-40 évvel ezelőtt mindennapi használati tárgyak voltak, azok egyszer csak múzeumi tárgyakká válnak, ha ma még nem is, de 50 év múlva már mindenképpen. A Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékén folyó képzőművészeti és iparművészeti restaurátor képzés keretében minden tanév végén kiállítást szerveznek a végzős hallgatók diplomatárgyaiból. Az idei kiállítás anyagát bemutató tablókat hozták el most Zentára. Ezen a kiállításon azokat a tablókat mutattuk be, amelyek az idei, tehát a 2014-es diploma kiállításunkon voltak láthatók Budapesten a Nemzeti Múzeumban. A kiállítás december 5-éig munkanapokon délelőtt 10 és 12, délután pedig 17 és 19 óra között tekinthető meg a Zentai Művelődési Házban.